Alba Régia Szimfonikus Zenekar székházában rendezte meg hagyományos farsangi koncertjét az Alba Régia Vegyeskar. A vidám télűző tavaszváró koncerten Kneifel Imre karnagy vezényletével többek között Balázs Árpád, Daróczi Bárdos Tamás, Daniel Friderichi, Orzio Vecchi kórusművei csendültek fel. Tavaszra és a szebb időkre készültünk, és ehhez válogattunk össze olyan műveket, amelyek ezt a várakozást kifejezik, az, hogy a rossz, a kiszevice, a baj, a gonosz tűnjön el, és jöjjön a napfény, jöjjön a jó levegő, aztán később majd a nyár, és ezzel együtt ugye a farsangi mulatságok, amelyben tánc van, bor van, nők vannak, és hát erre rengeteg kórusmű szolgál, hogy ezt az örömet, ezt a várakozást kifejezzük. Hát egy csokorra valót ezekből a művekből készítettünk, készültünk ezekkel a közönségünk számára. Kneifel Imre külön figyelmet fordított arra is, hogy a Vasvári Tamás zongoraművész kíséretében megszólaló dalok a világ meg annyi zenei kultúrájának tavaszváró dallamait idézzék meg. Igyekeztünk más-más korokból, más-más együttesekből és országokból, nemzetek zeneszerzőiből, zeneszerzők műveiből válogatni, és ez elég jó színes csokornak sikerült, Mexikótól, Bulgáriáig, Németföldtől, Itáliáig, és hát persze Magyarország különféle tájairól a farsangi készülődés és örömök meg fognak elhangzani. A kiváló hangulatú találkozón megerősítés nyert, hogy a kórus mosolygós jókedve mosolyt csal a vendégek arcára is, így farsangfarka idején.